a 10 éves Terrorháza Múzeum filmpályázatot hirdetett. Az egyik díjazott filmet tekinthetik most meg. Ez tehát a film, és itt van a film alkotója is a stúdióban, rendezője Eke Dániel, és Kovács Ákos zeneszerző előadó művész, ők ketten a vendégeink, köszönjük a invitálást, hogy elfogadtátok. Miért érzi fontosnak egy 18-19 éves fiatalember, hogy induljon egy ilyen pályázaton? Hát sokat köszönhetünk az elmúlt generációnak is, mert ők vívták ki végül is a szabadságunkat, amiből mi ugye már csak a szabadság fogalmával szembesülünk, és ez a pályázat pont ezt a kettő fogalmat, a terrort és a szabadságot mutatta kontrasztba, és úgy gondolom, hogy ezt fel lehet fogni másféleképpen, és én személy szerint azért indultam rajta, hogy egy újfajta perspektívából mutassam be ezt a gondolatot. Ákos, én nem azért mondom, mert most ilyet kell mondani, de tényleg meglepődtem, hogy Dani ezzel kezdte, hogy sokat köszönhetünk az előttünk lévő generációnak. Amikor a Kádár rendszerben öntudatra ébredés és a gondolkodás elkezdődött, akkor az ember néha az előtte járókat hát nehezen tudta tisztelni. Szóval ez a két gondolat és ez a két érzés hogy jön? Nem tudom, hogy Dani a mi generációnkra utalt-e, de amennyiben igen, köszönjük, én nem hiszem, hogy itt azt hiszem többekről van szó. Hát azért az 56 hőseire és mártéraira gondoljunk elsősorban. Tehát azt hiszem, hogy ők azok, akik vérrel fizettek azért, hogy mi itt beszélgethessünk, és egyáltalán ez a műsor létrejöhessen. Én azt hiszem, hogy ebben a filmben, amit most röviden volt módon végignézni, meg ebben az egész pályázatban, a Terrorháza létrejöttében, meg ebben a műsorban is az a közös, és azt tetszik nekem, hogy beszélhetünk olyan emberekhez, akik erről semmit se tudnak önhibájukon kívül. A Terrorháza erre jó például. Hadd mondjak el egy mai történetet. Engem ez egy kicsit így, nem tudom, szíven ütött, vagy megrázott. Annak a hírét, hogy én ide jövök a stúdióba, ezt kitettem a honlapunkra, meg a Facebook oldalunkra. Nem csak azért, hogy reklámozzam az jelenlétemet, hanem magáról az adásról szólt, és a Duna TV honlapján olvasható szöveget másoltam be, hogy itt miről lesz szó, női sorsokról, erőszakról, halálesetekről, vallásüldözésről és más egyébről. És a Facebook oldalra kitettem, és az ott kommentálható. És jönnek a kommentárok, kedves, drukkoló üzenetektől kezdve mindenféle más is, és jön az első olyan, hogy hát itt nem is volt kommunizmus, itt szocializmus volt, meg milyen. Szóval kicsit úgy benne egy ilyen furcsa kritika fogalmazódik meg, és akkor eszembe jutott, hogy hát ezért csináltuk a Terrorházát, hogy kiderüljön, hogy akkor mi is volt itt tulajdonképpen. Szóval egy ilyen puha diktatúra volt, ilyen átmenet szocializmus, hogy csupa jó szándékú ember, és akkor a Rákosi, a Gerő, meg a Farkas Vladimir, ezek kis cserkészek voltak. Hát az pont ez a lényeg, azért van ez a műsor, és azért vagyok hálás, hogy itt lehetek, és azért vagyok boldog, hogy egy ilyen fiatal emberrel ülhetek együtt ebben az adásban, mert pont az a lényeg, az volna a dolgunk, hogy amit a mi generációnk, vagy nem tudom, akinek hálás a Dani, abban van olyan, és akinek nem kell hálásnak lenni, mert végig sikálták, maszatolták, elhazudták, letagadták ezt a történetet, hát először is nem beszéltek róla, és annak az a vége, hogy valaki önhibáján kívül ilyen rettenetesen agresszív butaságot, bármilyen ártatlanak is tűnik a mondat, szól hozzá. Tehát
Én azt hiszem, hogy ez hiába tűnik úgy, hogy most ezzel fogjuk, mondjuk a közszolgált ezzel foglalkozik a mai napon a rádiók, a televíziók, de nem lehet eleget beszélni, mert iszonyat hátrányt kell behozni. Hát főleg a mi generációnknak kell óriási hátrányt, ami szerintem azt gondolom, hogy dupla küzdelem, hiszen fél lábbal a kádári rendszerben nőttünk fel, most így Ákos elsősorban rád nézett, Bár Jania is, egészen más történelmet tanultunk, mint amit mondjuk már Daniék korosztálya tanul. Nekünk egyrészt törölni kell valamit, és újra felépíteni valamit, amiből még mindig adatok, nevek, áldozatok száma hiányzik. Én nem hiszem, hogy olyan rózsás lenne a helyzet, hogy a Daniékon nagyon más történelmet tanulnának. Én azt hiszem, hogy a magyar iskoláknak csak egy csekély százalékába beszélnek arról, hogy mi történt 1945 után, vagy a történelmi oktatás megáll 56-nál, esetleg a megtorlásoknál 57-ben, a Kádár érában már még mindig. Negyedik osztályosak, már érettségére készülnek, már nem jut időre. Hát leginkább a Kádár érával nem tud mit kezdeni a történelmi oktatás, mert hiszen nincs róla egy olyan narratíva, illetve most alakul ki ez a narratíva, mert eddig erről, tehát beletelt 20 év, hogy nem beszéltünk valamiről, hogy mi történt velünk, mi történt a hazánkkal, mi történt a szüleinkkel, és erről örökké hazudozni kellett, ugye, hogyha szabad még egyszer visszatérni ez a generációs kérdéshez, volt egy kettős igazság, amivel éltünk, hogy volt egy otthon megbeszélhető valóság, amiről az iskolában nem lehetett beszélni. Tehát az óvodás gyerekek vörös csillagos tankokat rajzoltak, még a nagycsoportosok is, és akkor folytathatnám soká. Danielről a Szolzsenicin idézetről beszélj, arra kérlek, mert ez egy nagyon súlyos gondolatkör. Igen, ez a végül is a fő motivuma a filmnek. Körülbelül két délutánban kellett összeraknom a filmet, ebből egyik délután maga a filmezés volt, a másik csak az idézetnek a keresése. Bár még így az előzőekhez visszatérve, én úgy gondolom, hogy a történelem szinte teljesen mindegy, a téma a terror volt. Én úgy gondolom, a terrort nem lehet eltusolni, minden korszakra igaz. Igen. És ez az idézet teljesen független történelmileg a terror fogalmát feszegeti, a filmem is a terror fogalmát feszegeti, és ezért nem is kerestem ennél jobbat, nem is találhattam volna jobbat. És te is úgy gondolod, hogy ezen a kerítésen, ami ott a filmben volt, át kell jutni valahogy. Igen, igen. Ezek már ilyen közhelyesedett dolgok kicsit, de így van, így van. Végül is az örök érvényű marad. Találkoztunk már. Azt gondolom, hogy azt tudják rólad, hogy akárcsak a Terrorháza Múzeumának, ugye az emlékpont, a Hódmezővásárhelyi Emlékmúzeum, emlékpont kiállításának a tárlatvezető zenéjét te szerezted, ami azt gondolom, hogy alapos kutatás előzte meg. Engem például megfogott az a precizitás, lehet, hogy rosszul emlékezem, hogy például a kettős megszállás termében még arra is figyeltél, hogy a két diktatúra mennyiségi aránya, hogy a zene ütemének arányában legyen, ezért 17/8-os ütemet használta, nem tudom a zenei nyelvére lefordítani, de nyilván érted, miről van szó. Alapos kutatást a lelkembe végeztem, meg az igazságérzetem mozgatott. Tehát én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember zenét írjon valamihez, ami mondjuk a saját családjával is megtörtént, meg a saját hazájával is megtörtént. Nem vagyok történész, tehát ez a zeneíráshoz úgy álltam hozzá, hogy én szolgálni akarom ezt a kiállítást, ami egy nagy ügy alá van rendelve, az alá az ügy alá, hogy beszélni kell egy korszakról, amiről nem beszéltünk, beszélni kell annak az átkozott épületnek a történetéről, hogy ott mi zajlott, és valóban ilyen apró ötletekkel díszítettem fel az alapindítatást, hogyha a kettős megszállás termében arról van szó, hogy az egyik megszálló hatalom az 8 hónapot volt itt, a másik meg évtizedeket, akkor ezt nem lehet egy mondjuk így szimmetrikus zenei szerkezetben megjeleníteni. De hát ezek csak apró ötletek, ezt azt hiszem, hogy az egyszeri hallgató nem is hallja. Az én nagy visszajelzésem az, amikor valamilyen oknál fogva a házban jártam sokkal a megnyitás után, és könnyező szemű idős emberek jöttek oda hozzám, meg kamaszok, meg mindenféle népek, és szorongatták a kezemet, mert úgy érezték, hogy én is részese vagyok annak a katarzisnak, amit átélnek, holott nyilván nem. Tehát én ebben egy nagyon kis pont vagyok ebben az egész házban, és azt hiszem, hogy nem a zene miatt jöttek oda hozzám, hanem hogy úgy tudjuk megosztani az élményeket, hogyha úgy tudjuk feldolgozni, hogyha szólunk egymáshoz, és abban a gratulációban sokkal több volt, mint hogy a zene tetszett. Köszönjük szépen, hogy megosztottátok velünk gondolataitokat. Találkoztunk már mai adásunkban, kedves nézőink, Ákos Klippel, és fogunk is még, hiszen adásunk végén jön az